Kedves közönséget, szívlelőket! Nehéz megszólalni a csodás zene után, a csodás gitár. Megpróbálom folytatni ezt a hangulatot a dobbal. Az a tervem, amikor megalkítottam a dobzenekart, hogy a dobbal is, úgy mint Chopin darabban a zongorista, vagy Beethoven darabban az orgona, a dob is eljusson a lélek legmélyére. Nem egy könnyű feladat, mert dallamokat nehéz a dobból előhozni, ezért csak a ritmus marad. A ritmus halkan, a ritmus erősen, a ritmus gyorsan, és különböző hangsúlyokkal. És a nap ébredése, az egyik kép láttam meg, hogy ott van mögöttetek, és az életünkről fog szólni, hogy fölébredünk, és a gondolataink, az érzéseink cikáznak bennünk, és aztán, hogy elindul velünk az élet, bemegyünk a munkahelyünkre, hogy utazunk, vagy a dugóba ülünk, aztán kiteljesedik, amikor felébredünk, ereink teljében vagyunk, és a végén az este, hogy megbékülünk és leülünk egy kicsit, és azt próbálom, hogy az életünkben harmónia, életünket harmónia kísérje. Köszönöm. Thank you.
szépen, kedvesünk a figyelmet! Fotósunk, mondja, hogy maradjunk még, és türelmet kérünk.